Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami egy olyan videó, amit nagyon szoktatok szeretni, és már nagyon régóta kértek tőlem. Ma megint a Horzéban fogunk vásárolni. Nagyon király az egész napom, azt kell, hogy mondjam, félreértés nélkül. Bence elment Bálinttal a bátszalókra, úgyhogy teljesen egyedül vagyok, de nem emiatt király a napom. A vlogban majd meglátjátok, valamiért nagyon jól érzem ma magam. Ide értem már a Horzéhoz, most parkoltam le ebben a pillanatban, villámgyorsan ide értem, szerintem ilyen gyorsan még soha nem értem ide. Mielőtt indultam, szóltam a csajoknak, úgyhogy összeraktak nekem egy kis csomagot, előkészítették a dolgokat, amiket szerintük meg szeretnék nézni és tetszeni fognak. Az a nagy szerencsém van, hogy ti imádjátok, amikor én költöm a pénzem és vásárolok, és nagyon szeretitek a lovas vásárlós videókat, aminek őszintén megmondom, hogy nagyon örülök, mert így legalább van egy ilyen picike kis kifogásom arra, hogy miért szeretnék már megint vásárolni. Úgyhogy a mai napon megint egy horzés vásárlást fogunk letolni. Ja, és ami miatt ezt elmondtam, annyira sokat járok ide, hogy nagyon jóba lettem itt a lányokkal, akik itt dolgoznak, írtó jó fejek, úgyhogy ha bejöttök, akkor nyugodtan kérdezzetek bármit, mondjátok, hogy az én videóimat nézitek, és vippasszotok lesz, vicceltem, de örülök, hogyha mondjátok, nagyon szeretem, amikor jövök ide, és mondják, hogy hányan keresték azokat a termékeket, amiket én megmutattam videóban, úgyhogy nagyon-nagyon örülök ezeknek mindig, és szerintem most már menjünk be, nézzük meg, hogy mi van nekem összekészítve, és vásároljunk egy kicsit. Itt vannak a cuccaim. Ups, kaptam egy alátétet is, ezt majd megnézzük, valamelyik felsővel kell összenéznem, hogy passzolnak-e. Van 5 millió ing, egy csomó nadrág, és azt hiszem, hogy zakó is van benne, úgyhogy kezdjünk el próbálni. Set number one. Látjátok, azért egy picit átlátszó, úgyhogy bugyival óvatosan. Ez az a felső, amit nagyon el szerettem volna vinni. Az az igazság, hogy SS, és ha bár itt jó, cicin és a karomon egy nagyon picit szűk, nem szűk, feszes, úgyhogy van még egy csomó ing, majd a végén meglátjuk, hogy mi lesz vele, de ez a nadrág. Hátul látjátok, egy kicsit magasított. Nem tudom ebből mit láttok, de varrás nélküli teli szilikon, úgyhogy jöjjön a második szett. Következő szett, ez az ing, nagyon bejön. Régen nem volt teljesen fehér ingem, de mégis a karján van egy kicsi szín, és mennyire vagány, ha le van húzva. Ezt szerintem el fogom vinni, mert nagyon vékony az anyaga, pont ilyen nagyon meleg nyári versenyzős. Ez pedig emlékeztet arra a gatyára, ami sajnos már nem jó rám, csak hogy lássátok egészbe. Lehet, hogy ez jobban tetszik, mint a másik. Ugyanúgy egyébként teli szilikon, nincsen varrás, csak itt oldalt meg hátul, és természetesen csillog. Nagyon sokan voltak itt az előbb, és behallatszott volna a beszélgetés. Ez az ing. Ez is horze, gondolom látjátok egyébként. Egész belül ilyen szellőzős anyag, tehát látszik, hogy hogy tartsam, hogy lássátok, háló. Igaz, hogy nem olyan nagyon karcsúsított. Ez egy hatos, de lehet, hogy tetszik, hogy egy kicsit ilyen lazább, és fel lehet állítani a nyakát, és ott teljesen fehér, tehát szabályoknak megfelelő. Van még egy ing, utána mutatom tovább. És ez az utolsó ing, amit előkészítettek nekem a csajok, ez egy Spooks. Nagyon cuki, végig fehér, és csak itt felül rózsaszín. Nem kapcsolom be, mert nem szeretném teljesen összesminkezni. Ennek is van itt egy kis szellőzése. Olyan vékony, hogy még a nude melltartalom is picit átlátszik. De egyébként kifejezetten bejön, úgyhogy gondolkoznom kell, hogy melyik inget szeretném tényleg elvinni. Viszont raktak be nekem zakót, csajok, úgyhogy erőteljesen gondolkozom rajta, hogy szeretnék-e új zakót. Őszintén megmondom, semmi baja nincsen a zakómnak, de mindig elcsábulok, hogy vajon lehet, hogy le kellene cserélni, úgyhogy azt hiszem kettő van itt, ilyen, csekkoljuk le azt is. Az a baj, hogy túl jól ismerik már az ízlésemet. Ez nagyon tetszik. Nyilván nincsen kivágva, de ez egy B-Vertigo zakó, kis cipzárt innen kimütjük. Nagyon csini, rövid, iszonyatosan rugalmas, ez egy hatos méret egyébként, és bőven jó mindenhol.
el kellene vinnem. Mennyire tetszik? Szavazzátok meg 1-től 10-ig, mennyire tetszik az akó, és hogyha megszavazzátok, akkor lehet, hogy visszajövök érte valamikor. Ez a másik, egy fekete, nagyon régen nem volt fekete zakom, ez amúgy egy horze, és nem hiszem, hogy látjátok most. Itt van egy ilyen kis karcsúsítás, meg itt a varrás végig, és nem néz ki rosszul. Hm? Mit gondolunk? Ja, meg itt is van a kezén. Fókusz? Fókusz? Ja, nincs teljes fókusz, de látjátok. Saját póló visszakerült, és egy olyan nadrág van rajtam, amit sose gondoltam, hogy fel fogok most próbálni. Nagyon extra a színe. Megmutatom, és majd meglátjátok. What? Remélem átadja majd a kamera, hogy... Hello! Help! Itt talán kicsit jobb. Szóval ez egy okersárga, és nagyon jó. Annyi, hogy itt egy picit nagy, viszont a combomon meg jónak érzem. De ez a szín nagyon tetszik. Olyan vagány színe van. Olyan nagy lányos színe van. Egyébként itt van kékben is ugyanez a fazon, ami most rajtam van, és azt hiszem, hogy ez ugyanaz, mint a fehér, amit próbáltam, de azon ügyködök, hogy ne csak kék és fekete nadrágjaim legyenek, mert most nyáron ezekben a nadrágokban lovagolni szörnyű, úgyhogy gondoltam, hogy ha van egy ilyen szín belőle, akkor megnézem. De ha valaki mégis kék vagy feketés, akkor itt van kékben is. Ez a gatya, ami most rajtam van, a világ legvékonyabb nadrágja. Csillámos a gripje. Úristen! Van az oldalán is egy kis csillám, és nem tudom, látjátok-e, de teligrippes. Ez is egy zseb. És hol van? Ja, másik oldalt is ugyanott van egy zseb. Wow, ami belül grippes. Ez horze, és nagyon kényelmes, tényleg nagyon vékony, de rengeteg fekete nadrágom van már, úgyhogy ezt most itt hagyom. De ha valakinek megtetszett, akkor csekkoljátok le. Menő, jobban tetszik egyébként felvéve, mint a válfán tetszett, úgyhogy ez egy jobban. Kezd nagyon melegem lenni, de elérkeztünk az utolsó termékhez. És szerintem a legjobbat hagytam a végére, ez a legizgibb. Lehet, hogy meg fogtok lepődni, mert egy hasonló nadrágom már van, de csekkoljátok le ezt. Na, mit szólunk? A kedvenc nadrágom, Bevertigo, világosban. Kicsit alacsonyabb a dereka, mint a másiknak. Nagyon vékony, úgyhogy látjátok, a pólómnak az alja átlátszik. De mennyire jó! Az biztos, hogy ez jön velem. Most visszaöltözök a saját ruhámba, kifutok még pár dologért. Kell egy légyháló fejre, lehet, hogy veszek egy légytakarót is. Szükségem van egy vezetőszárra, egy sarkantyúra. Múltkor a sarkantyú, amit vettem, az gyerekméret. És talán ennyi, azt hiszem. Mindjárt meglátjuk. Ezen is gondolkozom még. Ilyet vittem, ez lett kicsi. Ez kell nekem. Női. Igen. Szár. Sima fekete, nem? Vagy? Katonás rend, nézzétek meg. Viszek kettőt. Hát, ha ezt már nem töröm el. Ilyet szerettem volna venni, de aztán azon gondolkoztam, hogy mi van, hogyha ez zavarni fogja az órát, mert ilyen még nem volt soha. Úgyhogy... Valamiért ezzel szemezek. Ezen talán rendesen átlát, nem? M... Az M az egy kobos. Továbbiakban azt majd még meg kell kérdeznem, hogy van-e olyan légytakaró, ami, tudjátok, olyan, mint egy edzős takaró. Nem láttam ilyesmi, hogy nyerekhelyen ki van vágva, mert az nekem nagyon jó lenne. Vigyünk neki egy kötőféket? Bőrkötőfékben parádézik mindenhol, és lehet, hogy annyira szeretem ezt a barna-kék kombót. Vigyünk neki egy ilyet? De hát akkor meg kellene egy kék kötőfék. Van ugyanolyan kötele.
Egy pillanat. Ebbe végül nem lett méret, 2 darab maradt már csak, úgyhogy szerintem ezt fogom elvinni. Ezt elég régóta nézegetem már, ez egy kobos, ennek jónak kell lennie, elég kicsi a feje. Viszont ehhez akkor keressünk egy vezetőszárat. Ez van hozzá, úgyhogy így párba. Új ruhát kap a gyerek. Azon gondolkozom még, hogy vigyek-e alátétet, de nem vagyok biztos még benne. Itt vagyok. Ne haragudjatok, de be kell indítanom a kocsit, mert nagyon-nagyon meleg van. Készen vagyok a vásárlással, nem sok dolgot raktam már bele pluszval kosaromba, csak amiket mondtam, hogy szükségem van rá. Viszont hazamegyek, még van egy kis dolgom, de utána hazamegyek, és újra megmutatom nektek a cuccokat, hogy végül is miket hoztam el, és ja, nagyon meleg. 3 hours later. Szóval mutatom nektek, hogy miket hoztam el végül. Itt van nekünk az a B-vertigós gatya, amit másodjára mutattam. Rátettem a kedvenc övemet. Nagyon szeretek ebbe az övbe versenyezni, mert amikor a zakó fellibben, akkor olyan szépen megcsillannak a kis kövek rajta. Ezen kívül látjátok, itt van nálam a horzésing. Az a kis cuki fehér. Ez nekem annyira nyári szett, így. Ahogy van. A nadrág ugyanaz lesz egész végig, úgyhogy azt most már nem mutatom, és a sportmelltartomnak át fog látszódni valószínű a kis kék csíkja, viszont mindenképpen szerettem volna ezt felvenni, hogy semmi plusz ne legyen ott. Úgyhogy jött velem a nagyon cuki kis rózsaszín spooks. Nem gomboltam be teljesen, de látjátok, hogy hogy néz neki. Az előző az egy vagányabb verzió, ez meg egy kicsit csajosabb, szerintem. Rózsaszín van benne, úgyhogy nem volt nehéz kitalálni. Gyenge vagyok. Nincs ezen mit beszélni, végül elhoztam ezt a horzésinget is. Tetszik, hogy másfajta. Nem volt nagyon régóta olyan ingem, ami laza lett volna, kicsit nem tudom, bővebb olyan, nem tudom, ez kellett nekem, úgyhogy van még egy hosszú jó kék ingünk, még egy, ups. És ha már van egy bővebb, akkor van egy szűkebb is, és őszintén megmondom, hogy ez volt az a felső, ami miatt igazából szerettem volna menni felsőket venni, úgyhogy nem hagyhattam ott egyszerűen, nem hagyhattam ott. Gyönyörű. Viszont szeretném nektek megmutatni egy másik nadrággal is, úgyhogy gyorsan váltok egyet. És akkor az utolsó, amit valószínű, hogy láttatok már egyébként nálam sztoriba, mert ezt már kiraktam. Az az igazság, hogy azt beszéltük kint a lovardában a lányokkal, hogy mivel ez bézs, lehet, hogy egy-két helyen még meg is engedik, hogy ebbe versenyez. Viszont ha nem, akkor otthonra ez egy nagyon-nagyon király gatya, használtam már, és ugyanolyan szuper, mint a másik, úgyhogy szerintem megint nagyon király kört zártunk. Beilleszek ide nektek egy anyagot, utána jövök vissza. Tehát itt az állat, kicseréltem egyel kisebbre, 2-vel kisebbre a takarót, és így pontosan úgy áll, ahogy állnia kell, úgyhogy teszteljük le. Majd venni otthon is nektek egy kis részletet, de mindent imádok konkrétan a takaróba, kivéve egy nagyon picit a nyakát, ugyanis Enjoynak nincsen túl vastag nyaka, és ahogy látjátok, elég lötyögősen van rajta, és ez edzés közben így felcsúszik. Viszont amíg jártatóba volt, addig nagyon tetszett, hogy ez végig szépen rajta volt. Ha lehajtotta a fejét, akkor itt tökéletesen kisimult, hogyha a fejét egy kicsit, akkor lentebb csúszott. Ezen fogok majd végezni egy kis átalakítást, és mindenképpen meg fogom nektek majd mutatni, de ez nem egy mostani téma. Tehát igen, a takaróról még egyszer akkor annyit, hogy picit beleizzadt Enjoy, viszont őszintén megmondom, hogy inkább izzadjon bele egy picit,
mint hogy ne tudjak vele dolgozni, mert megeszik a legyek, nagyon-nagyon érzékeny rá, és egyáltalán nem csapkodott, nem rugdosott a legyekre, amíg edzettünk. Egyedül a nyakával van problémám, a szlovagláshoz nem biztos, hogy rajta hagynám, viszont egyébként meg tetszik, de ezt mondtam is nektek, úgyhogy arra gondoltam, hogy a nyakát azt le fogom vágni, és valahogy lehet, hogy egy kicsit szűkebbre is kellene venni, édesnya, nem tudom, érted-e? Úgyhogy valahogy majd vagy én összekókányolom, vagy megkérem édesanyját, hogy segítsen, és akkor egy kicsit szebben fog kinézni. De a lényeg az, hogy ezt majd látni fogjátok sztoriba, meg valószínű, hogy videóba is fogom nektek mutatni. Köszönöm szépen, hogy velem jöttetek versenyruhát venni. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ti melyikeket választottátok volna, vagy melyik tetszik, melyik nem. Én nagyon elégedett vagyok, nekem nagyon tetszik minden, nyilván mivel megvettem. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem jöttetek, hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán, és az Instán mindig lent van a leírásban, és ha mentek a horzéba, akkor mondjátok, hogy láttátok a videót. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!